Szeretettel köszöntök mindenkit, Balogh Béla vagyok, a Koppány csoport vezetője. Én nem szeretek igazán éhezni, de ez nem azt jelenti, hogy nem éheztem már életemben. Amióta tart itt az éhségszünet, azóta én is többször éheztem, úgyhogy annyira padlón vagyunk már, és amit Laci elmondott, így van vele a fél ország. Elég szomorú. Én nagy szeretettel szeretném megköszönni Póka Lászlónak és a többieknek, hogy helyettem is itt éheztek. Hogy helyettem is elmondták azt, amit gondolok Kövér Lászlóról és a többiekről, akik a parlamentben ülnek, hogy az, amit tesznek, az galád bűncselekmény. Az, amikor a képviselők, amikor elérkezik a választási ciklus, és oda jönnek hozzátok egyesével, kezet ráznak, meleg kezet nyújtanak úgymond, és akkor megpróbálnak mindenféle eszközzel a saját oldalára állítani, és ígérnek fűt, fát, kígyót, bogarat. Most meg, amikor már az Isten fölvitte a dolgát úgymond, akkor nem hajlandóak oda jönni, megkérdezni a Póka Lászlótól, vagy a többiektől, hogy mit szeretnétek? Hogyan tudok segíteni? Nem biztos, hogy tudok segíteni, de azért megpróbálok. Beviszem a parlamentba, el fogom mondani a véleményeteket, a civil véleményeteket, mert az számít ebben az országban. Sajnos Magyarországon nincs igazi kontroll. Láthatjuk azt, hogy minden területen a pártok most megpróbálnak bennünket, civileket elvinni egy más irányba, mert jönnek a választások. De arra kérek mindenkit, hogy ne üljön föl ennek a demagóg politikának, mert utána úgyis mi fogunk az utcán maradni, a pályaszéléről fogunk kiabálni, hogy ezt nem tartották be, meg azt nem tartották be. Elég volt, igen. Az előbb elhangzott itt a szátokból, Póka Laci mondta először, hogy köcsög. Hát valamelyik nap innen mentem hazafele, egyszerre érkeztünk a házamhoz a rendőrökkel, és közölték, hogy elő fognak állítani, mert két kilakoltatáson azt mertem mondani a rendőröknek, hogy nem minket, hanem azt a milliómos köcsögöt kellene előállítani. Ezért a végrehajtó följelentett engem a császti megbízásából, és most van ellen két bűncselekmény, amit a rendőrség vizsgál, és ezért vittek be kihallgatásra. Na tehát, mit is jelent a köcsög? A köcsög egy magyar agyagedény. Ugye? Hát erre fogok hivatkozni, ugyanakkor van köcsög tuda is. Úgyhogy ezt fogom nekik mondani, és aztán majd meglátjuk, hogy jogilag mit fog ezzel kezdeni. A rendőr. Én, mint elmondtam már többször is, amikor vannak különféle demonstrációk, azt mondják, hogy a rendőr velünk van. Magyar rendőr velünk van. Hát most is azt mondom, hogy a magyar rendőr nincs velünk. Ha én a másfél év alatt meg tudtam tenni azt, hogy kivetköztem mindenemből, a családomat feladtam olyan értelemben, hogy küzdök másokért, más emberekért, és vállalom a börtönt, vállalok mindent, akkor őnek is kutya kötelessége vállalni, ha tudja azt, hogy ez a személyiség itt folyik az országban, vállalnia kell a mundér levételét. És igenis odállni, ha kell nyíltan. Nem kell itt mellé magyarázni, hogy a magyar rendőr nem teheti meg, mert parancsot kap. A nagy büdös fenét parancsról van szó. Itt arról van szó, hogy mindenki ebben az országban, és most már az a fele ország rendőr, védi saját magát, azt a nyomorúságos életét, amiben ő is ugyanúgy benne van. Mert nincs itt másról szó, nem veti fel őket se a pénz, ráadásul a többsége devizahiteles. Nincs szolidaritás egymás iránt. Úgyhogy én azt mondom továbbra is, hogy a mai nappal, vagy a tegnapi nappal a kormánynak igenis, hogyha van ilyen kétfajta csomag, amiben az egyikbe a Varga Mihály szerint 18 milliárd fogja terhelni a bankokat, ha azt fogadják el, a Navracsics félébe pedig 1000 milliárd, akkor ez egy olyan döntést irányoz elő, hogy a kilakoltatásokat azonnal le kellene állítani. És nem csak a mai nap folyamán volt egy kilakoltatásot vidéken, hanem tegnap telefonált egy nő, kétségbe esettem nekem, hogy
Ma 9-kor szintén lesz egy kilakoltatása, de nem tudunk pont az utolsó pillanatban ilyenre felkészülni, úgyhogy nem tudom, mi van a szegény nővel, hamarosan fel fogom írni. Úgyhogy állítsuk meg a kilakoltatásokat, és ez mindjártunkon múlik, rajtatok is, nem csak rajtunk, akik nap mint nap az utcára jönünk, hanem igenis el kell mennünk a szemszédbe, el kell mennünk a barátainkhoz, el kell mennünk az utcára, szórólapoznunk kell, az utcaemberét kell megszólítani, mert a Facebook már kevés. Köszönöm.